gondol, lehet, hogy eldobod, és valaki tett rá, akkor hampogasz. Nem, ezzel egy gond lehet, ha Christopherhez kell, nem, akkor lerágja róla ezt a gumiréteget. Úgyis, megjött a Elvira, noha, el ne hagy soha. De nem az, hanem a... Izé, kuktám az Ella. Ez biztos copyrightos lesz, mi? Na, gyorsan megnézzük, mert a mai napon Mónika, nem is tudom mennyire rakjam közel. Körülbelül. Kiburítottam a kutya vizet. Hú, de nehéz ez. Na, mindegy, megjött a várva várt kuktám. Megszerezte a WC-papírt az úriember. Már folyatom is, teljes mértékben elázott. Semmi baj. Úgy. Na. Na. Sziasztok, most közben itten nagyba megy a főzögetés. Hát ez majd... Azért a végére bevágom, hogy megy a kamera. Állvány, hogy néz ki. Na, azok vannak, hogy babgulyás lesz kuktában. El kell pakolnom először, majd mindjárt csak most elindítom. Mert én már közben itt összevágtam az öntséget, meg raktam föl egy vegetás vizet, mert abba ki akarom főzni ezt a, hát most nem házizok, tényleg mindent a izére bízok, csipetkét. De azt úgy gondoltam, hogy nem akarom berakni a kuktába, szóval hogy ez ne legyen egybe megfőzve, hanem inkább külön. Nem akarok egy ilyen macsot kapni. Meg még ki kell tapasztalni, hogy mi hogy van. És ezt nem ma akarom. Tehát ma inkább biztosra megyek. Közben gyorsan a mosogatógépbe bepakolászom, amit mosogatni kell. Aztán azt sem tudom, hogy áll a kamera, úgyhogy ha kellene nem lesz benne, akkor elnézést. Ugye, hadd följön, fele mellé van, lehet ez, még a másik fele is. Na, közben a Petinek néztem a kuktás videóját, de azt mondta, hogy amúgy azt éppen elkezdte, ott végezte a főzögetést, de nem baj, én csak így nagyjából, hogy mit, hogy csinált, mennyit rakott bele. Annyira biztos nem csesztel. Tényleg gyorsan. Úgy. Na. Ez tegnap ilyen hagyma meg. Mm-hmm. Azt is belőle. Ezt a húst is. Azt is mindjárt. Te? Persze, hát már ott vagyok ezzel. Csak ki félig fagyott, de amúgy nem baj. Ne szed ki, ne csak a beállít. Meg eltörött Krisztófer. Nem baj, hogy egy kicsit fagyos, nem mert baj. Ott úgyis fölenged kuktába. Na, te meg ne dörgedj, de ezt légy szíves. Úgy, ez is még a mosodába. Mosó, masa, mosodája, úgy, gyorsan elindítjuk, elmosog az állatos tányérokat is. Úgy! Azt, aki kinyalta, azt most nem mossuk-e. Na,
ezek meg a félig belső voltam, meg abszolút. Na, ez mindjárt le is fordult. Ez a malacoknak a cucca. Meg ez. És akkor ez most egy ilyen szemetes dolog. Na, ez megy föl ide. Úgy. Ezek maradtak a pizzáról. Úgyhogy nagyjából összeapítom. Ne vettek itt a tányért, babám! Meg igazából semmit se. Nem fogom ám nagyon izélni. Így. Hé! Margit! Normális! Menjen már kérem vissza a Nándi! Ne vedd ki a poharát, hát nézd meg, olyan erőszakos vagy. Úgy, kész! Na, és ezt gondolom, hogy nem tudom, hogy zsíradék amúgy kell-e, de úgyis szalonnát fogok most beletenni. Mi újság van, cicójai? Lehet, hogy kicsit retkes a... Beki meg itt napozik. Na, közben megmutatom, hogy... Itt van... Kikelt a paradicsomom! Ez valami pikpak kikelt. Te jó szagú úristen! Ez is egy paradicsom, ezek a... padlizsánjaim. Ezt meg ma jó belocsolom, ide meg paprika magot raktam el, amit megettem. Paprikát is vlogban mondtam, hogy találtam, elültettem, úgyhogy jó, meglocsolom majd mindjárt őket, itt baromi meleg van. Úgyhogy most ezek vannak. Közben, itt már előkészítem nagyjából, beledobáltam a csonka, vagy szám, tököm tudja miért. Itt van a zöldség. Szerintem azt is belerakom. Babot is, azt nem tudom, hova tettem. Puszi, sziasztok! Még bab, gyorsan. Ez a hús, hát ez inkább lehet, hogy ők kell majd vizetni, te. Biztos jó úgy. Kész is vagy? De gyors. Az aprólékot, azt rakd és egy másik alkalommal, egy másik alkalmazásban, vagy akármiben meg megcsinálni. Kész. Akkor rakok rá még piros paprika kell rá, ne? Ebben csak be kell szórni mindent. Babérlevél. Azt rakok. Lehet, hogy kim van a konyhába az asztalon. Kis vegeta, mert sós a szalonna. Nem merek nagyon sózni. Vettem a babérlevelet is. Hova raktam? Itt van. És... tök jó illata van, most rakok bele kettőt, egy kisebbet, meg egy nagyobbat. Úgy gondolom föl kell önteni vízzel, valamennyivel. Nem tudom meddig érhet, van is te, hogy max? Ja, van olyan, hogy full. Hát én fullra rakom. Lehet, hogy nem, majd meglátom. Hát még azért rakunk a kicsi. Kíváncsi vagyok, milyen lesz. Móni. Mindjárt megnézem a
videót, amit Peti küldött, egy kicsi segítsége. Na most így néz ki. Ott van, hogy full, hát azt nem értem el még a fullt. Úgyhogy megnézem, hogy mit mond a szakember. Amúgy én ezt úgy, csinálnám, hogy várok már tudjuk, hogy balra van a vastag része, és ez egy kicsit eltölled, és a rót rámegy, ez jobbra, szóval így van kuktázás, és akkor kész meg így van. De nekem arra nem is megy, csak a másik irányba. És abban a sóbor, a 18 percet adnék neki, hogy így van benne zöldség, kurus, bab, meg minden. De akkor minden jó, ami a leves. Olyan volt kicsit, meg ilyen szarok meg is. 12 paprikás krumpli, 12-n készült a szétfőtt a krumpli. Na ezt majd vissza, mert a nyomkurászt nem figyeltem. Borsó, pörkölt. A 18 percet adnék neki, hogy így van benne zöldség, hús, bab, meg minden. Hoppa! De általában minden jó. Na. Akkor erre kell, nem? 18. És hogy indítom-e? Van itt start. Pörkölt, jobb alsó. Te, neked nem adtak hozzá a matricát, hogy ráragasztod. Vagy ez elindul magától? De úgy meg itt van, hogy kézi. Aztán plusz jön el. Minden húsz. Pörkölt, az kész a valója. Mit nyomott? Nem is ugyanolyan ez. Na, pillanat, mert... Nem? Vagy az mi volt? Vagy melyiket kell? Pillanat. Ért a sziszegés. Nézzük, hogy mit látunk. Úgy néz ki, mint egy babgulás. Csak meg kell kóstolni. Mondjuk fakalánya. Kicsit. Anyag van benne? Van. Átforgatom azért. Íze is van. És a jó a sója, mit majd? Ja, mondjuk borsot nem raktam bele. Puha a répa. Tudod, milyen íze van? Mint hogyha bográcsba főztem volna. Ja, le. Hát az biztos megfőtt, mert szerintem ez a karaj. Jó. És ezen mit nézek? Szalonnát? Ha a bőre puha, akkor minden jó, mert most a szalonnás része az hód biztos, hogy megfő. Ha a bőre jó, akkor a húsos része. Nagyon megfő. Durva íze van. Megkóstolod? Annyira jó. Hát biztos, hogy jó. Ebből most lehet, hogy kell bele egy kis só majd, annyi mert... minden van ebben, hogy nem lehet rossz. Itt van a tészta, mondjuk, azt majd még rá vizélom. Ez viszont rohadt kemény a tészta. Többet gázon nem főzök. Nekem olyan bográcsos íze van. Finom. Mondjuk valami, mint hogyha kellene bele, nem?
Egy kicsit édes kés a répától. Só. Piros paprika hiányzik bele. De raktam bele. Ja. Te kevés? Figyelj, mindegy, az lesz, hogy én még... Jó, jó? Még visszarakom egy pár percre, lehet, vagy nem tudom, mit csináljak, mert a tészta, ami benne van, az viszont kicsit keménykés, vagy ami nincs benne. Ez ilyen csipetke, ja. De lehet, hogy nem tudom, hogy csináljam. Mindet nem akarom belerakni, mert lehet, hogy ez sok lesz, nem? Már átkeverem, győzöm. És akkor rakok még bele egy kicsi piros paprikát, meg egy pici sót én rakok bele. Tényleg. És akkor visszarakom még egy pár percre. Még tegyél az érdeklősként. Legyek? Mm. De akkor már nagyon sűrű lesz. Nem, nem sűrű, nem, az a jó, sűrű. Így jó? Mm-hmm. Na, akkor egyszer izé. Még egy kis sót azért rakok be. Ennyi. Nem akarom, nehogy elsózzam meg. Nem, majd teszünk rá. Ha kell, akkor rásózzuk. És akkor még rakok. Ja. Na, és akkor gyorsban még visszateszem. Hogy főzök, erre sziszegtettem, és akkor így. És akkor visszateszem, hú, amelyik a kézi. Móni. Na, Peti megüzent mindent, hogy hogy kell, csak... Na, kézi vagy... Aztán, ha kész, akkor... Aztán, ha kész, akkor... Igen. És akkor válasz egy kicsit, aztán... És akkor válasz egy kicsit, aztán pont melegen tartás. Rányomod, hogy törlés, akkor nem tartja melegen. Igen. És akkor válasz egy kicsit, aztán akkor elmúlik a szepp. Hol lehet nem ebbe volt? Amúgy értem. De általában minden jó huszon, ami a leve. Húsban meg minden. Ja. És akkor mit nyomja? Általában minden jó, huszon, ami a leves. Ilyen bolti csirke, meg ilyen szarok, meg rizs, 12, paprikás krumpli 12-n készült. Az szétfőtt a krumpli. Babulásnál pörkölt jobb alsó. Tényleg neked nem adtak hozzá ilyen matricát, hogy ráragasztod és magyar lesz? Nem. Tudom. De úgy meg itt van, hogy kézi. Aztán ott volt a kézi. Melyik volt a kézi? Márján, ez volt. Aha, két perc, legyen három, és kész. Nem is nyúlok hozzá. Jó, hát akkor mindjárt kész. Elkészült. Már tészta is biztos. Virág, emeld meg ezt a tányért. Biztos, hogy... Majd amit nem akarsz, nem eszül meg belőle. Tészta is tuti meg. Levet tegyek? Elég. Elég? Jó. Majd akkor kis tejföl. Apu, eszel? Szedek akkor. Minden mehet bele. Ez egy sűrűje is. Nagyon meleg? Jó, egyszer ennyi elég. Hideg. Nekem jutott a babérlevél. Jó, ennyi elég nekem, meg a paradicsomé is nekem jutott.
kis tejföllel megbügyeztem. Csak tagoknak. Kis tejfelet. És akkor... Van zsemle. Zsemle. Oszd jó étvágyat! Jó! Mondjuk... Nem az, hogy sótlan, szerintem kicsit a répa sok benne, vagy nem tudom, mert nekem kicsit édeskés. Na de, éljetek, ahogy tudtok, és vegyetek kuktát. Út, hogy kész. Hú, melyiket kell nyomni, Peti mondta, hogy... Kell jönni a melegen tartást. Hát de valami melegen tartás van most. Az nem tudom mi. Úgyhogy mindjárt kikeresem. Hú, van. Aztán, ha kész, akkor sipolni. Mani fog, és itt az lesz, hogy B... melegen tartás. Rányomod, hogy törlés, akkor nem tartja melegen. És akkor válsz egy kicsit, aztán... Jó, akkor most várjak. Most várjak, vagy mi? Na, mert közben megmutatom, mert azt elmutattam, hogy milyen szép tulipánt szedtem a mamának. Ez egy egész csokor. Gyönyörűséges. Azért. Móni. Na, és akkor Peti fakanállal tartotta el a gőzt. A halványa. Hát ez nem csinál semmit te. Vagy erősebben kell nyomni? Jaj! Ja, de még köpköd is. Akkor várjak még? Az valami... De hát, hogyha lefele nyomom, akkor is. Az a helyzet, hogy lehet, hogy túl rakoltad. Van annak egy szintje, amelyik lehet rakni. Nem is kell fordítani, én lefele nyomom, akkor is. Illata van. Valamilyen, hát. Nem mondom, hogy jó. Nem érzem, hogy olyan hűde babgulyás illata lenne. Na. Maumi. És ezt addig kell csinálni, amíg így csinál. Lerepül a tető. Akkor Csernobil lesz, bazd meg. Ott. Ja, igen. Van. De így takarékos, nem? Az aromát meg minden. Yeah.
Hát nem. Így felgyorsítja. Főzési folyamatot. Na hát ez meg lehet, hogy én fogom felgyorsítani, mert ez jó unalmas lehet, nem? Tesz nézni, hogy kicsek. De most már fogy elfele. Akránként. Jó hangja van, mi? Ért a sziszegés, nézzük, hogy mit látunk. Úgy néz ki, mint egy babgulás. Csak meg kell kóstolni. Mondjuk fakalánya. Kicsit. Anyag van benne? Van. Átforgatom azért. Íze is van. És a jó a só, mit majd? Ja, mondjuk borsót nem raktam bele. Puha a lőpa. Tudod, milyen íze van? Mint hogyha bográcsba főztem volna. Ja, de. Az biztos megfőtt, mert szerintem ez a karaj. Uh-huh. Jó. És ezen mit nézek? Szalonnát? Vagy ha a bőre puha, akkor minden jó, mert most ugye szalonnás része, az hód biztos, hogy megfő. Ha bőre jó, akkor a húsos része. Nagyon megfő. Durva íze van. Megkóstolod? Annyira jó. Uh-huh. Hát biztos, hogy jó. Ebből most még... lehet, hogy kell bele egy kis só majd, annyi mert... minden van ebben, hogy nem lehet rossz. Itt van a tészta, mondjuk, azt majd még rávizélom. Ez viszont rohadt kemény a tészta. Többet gázon nem főzök. Nekem olyan bográcsos íze van. Uh-huh. Finom. Mondjuk valami, mint hogyha kellene bele, nem? Egy kicsit édeskés a répától. Mm-hmm. Só? Piros paprikás hiányzik bele. De raktam bele. Ja. Te kevés? Figyelj, mindegy, az lesz, hogy én még... Jó, még visszarakom egy pár percre, lehet, vagy nem tudom, mit csináljak, mert a tészta, ami benne van, az viszont kicsit keménykés, vagy ami nincs benne. Ez ilyen csipetke, de lehet, hogy nem tudom, hogy csináljam. Na mindet nem akarom belerakni, mert lehet, hogy ez sok lesz, nem? Na már átkeverem, átgyűzöm. És akkor rakok még bele egy kicsi piros paprikát, meg egy pici sót én rakok bele. Tényleg. És akkor visszarakom még egy pár percre. Én kegyed egy belőlösköm. Legyek? Mm. De akkor már nagyon sűrű lesz. Nem, nem sűrű, nem, mert az jó, sűrű. Így jó? Mm-hmm. Na, akkor egyszer izé. Még egy kis sót azért rakok bele. Ennyi. Nem akarom, nehogy elsózzam meg. Nem, majd teszünk rá. Ha kell, akkor rásózzuk. És akkor még rakok. Ja. Na. És akkor gyorsba még visszateszem. Hogy főzök? Erre sziszegtettem, és akkor így.
És akkor visszateszem, hú, amelyik a kézi. Móni. Na, Peti megüzent mindent, hogy hogy kell, csak... Na, kézi vagy? Aztán, ha kész, akkor... Aztán, ha kész, akkor... Igen. És akkor válsz egy kicsit, aztán... És akkor válsz egy kicsit, aztán... Pont, melegen tartás. Rányomod, hogy törlés, akkor nem tartja melegen. Igen. És akkor válsz egy kicsit, aztán... Akkor elmúlik a... Akkor lehet nem ebbe volt? Amúgy értem. De általában minden jó, 20, ami a levegő, húsbab meg minden. Ja, és akkor mit nyomja? De általában minden jó, 20, ami a leves. Ilyen bolti csirke, meg ilyen szarok, meg rizs, 12, paprikás krumpli 12-n készült, az szétfőtt a krumpli. Babulásnál pörkölt jobb alsó. Tényleg neked nem adtak hozzá ilyen matricát, hogy ráragasztod és magyar lesz? Nem. Tudom. De úgy meg itt van, hogy kézi. Aztán plusz kell... Ott volt a kézi. Melyik volt a kézi? Amúgy pörkölt. Ez volt. Aha, 2 perc. Legyen 3. És kész. Nem is nyúlok hozzá. Jó, hát akkor mindjárt kész. Rá elkészült. Már tészta is biztos. Virág, emeld meg ezt a tányért. Biztos, hogy... Majd amit nem akarsz, nem eszül meg belőle. Tészta is tuti meg. Levet tegyek? Elég. Jó. Majd akkor kis tejföl. Apu, eszel? Szedek akkor. Papának aznak minden mehet bele. Ez egy sűrűje is. Nagyon meleg? Jó, egyszer ennyi elég. Hideg. Nekem jutott a babérlevél. Jó, ennyi elég nekem. Meg a paradicsomé is nekem jutott. Kis tejföllel megbügyeztem. Csak taguknak. És tejfelet, és akkor van zsemle, zsemle, osztjó étvágyat. Jó. Mondjuk... Nem az, hogy sótlan, szerintem kicsit a répa sok benne, vagy nem tudom, nekem kicsit édeskés. Na de, éljetek, ahogy tudtok, és vegyetek kuktát.